A szervezet szerencsejáték Magyarországon 1947. október 19-én indult útjára, ekkor kezdődött ugyanis a totójáték árusítása. Hazánk a befolyt sportfogadási összegekből akarta így finanszírozni a magyar sportolók részvételi költségét az 1948-as londoni olimpián. Igazán jó döntésnek bizonyult ez a lépés, hiszen a magyar csapat összesen 28 érmet szerzett a nyári játékokon. Pap László ökölvívó is ezen az olimpián nyerte első aranyérmét. 1957-ben megszületett a magyar lottó is, azaz az ötös lottó, valószínűsíthetően az 1956-os forradalom leverését követően némiképp kedélyjavító intézkedésként. Az ötös lottó történetének legnagyobb nyereményét, majd 6,5 milliárd forintot, 2020 márciusában vitték haza.